Fészkéből indul útjára ez a barát keserű, amelynek egy kihelyezett webkamera és egy jeladó segítségével élete nagy részét nyomon követik a kutatók. Európában minden ragadozó madár vadászata tilos, hiszen nagyon kevés van belőlük. Ilyen barátkeselyű 1932-t követően legutóbb 2008-ban volt megfigyelhető hazánkban. Ez egy bolgári eladós madár, tehát azon kivételek közé tartozik, ahol szinte méterre pontosan, folyamatosan nyomon lehet követni a madárnak a mozgását. A bolgár kollégák szóltak, hogy gyanús adatok érkeznek, ez azt jelenti ilyen esetben, hogy egy helyről adó. A Madártani Egyesület tetemis méregkereső kutyás egysége a területileg illetékes Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság munkatársaival kiment a helyszínre, szinte azonnal megtalálták a koordinátákon a jeladót egy folyócska iszapos partján, és a méregkereső, tetemkereső kutya viszonylag rövid idő alatt, 2 kilométerre ettől a helytől megtalálta a vérnyomokat, illetve a hullott tolnyomot, ott lőhették le a madarat. A madár teteme nem került elő. Ezek a ragadozó madarak nem keverhetőek össze más vadászható fajokkal. Egy barátkeselyű teljes szárnyfesz távolsága 3 méter is lehet, a magassága 100-110 cm. Az Európában élő 4 keselyű faj mindegyike a legveszélyeztetettebb fajok közé tartozik, a barátkeselyű pedig mindközül a legritkább. Az Európai Uniós barátkeselyű visszavadítási, megerősítési erőfeszítéseket a ragadozó madaras világközség nyomon követi, és most ez a lelövés éppen a nemzetközi volta miatt, illetve a műholdas adózás miatt, ez mindenhol ott van most már az európai, meg a világ hírügynökségeinél. Azt gondolom, hogy ennél rosszabb országimást nagyon nehéz elképzelni. Én ma hallottam olyan riporteri véleményt, hogy hát igen, fura, hogy Magyarországon ilyenről hallunk, mert inkább a Balkánon jellemző. Azt kell, hogy mondjam, hogy nem. Alapvetően nem a Balkánon jellemző, hanem a Balkánon alig van már ragadozó madár. Magyarország Európai Uniós szinten is az egyik legnagyobb ragadozómadár kincsen rendelkező ország, és sajnos azt kell, hogy mondjuk, hogy világviszonylatban és Európai Uniós szinten is akár tekinthetjük, hogy élen járunk a madarak ellen elkövetett bűncselekmények, lelövés, illetve mérgezés kapcsán sajnos. A tény, hogy ezek a madarak itt felbukkantak, mindenképp pozitív, jó visszajelzés a fajtamentő programnak az európai állomány erősödéséről. A szigorú törvények ellenére rendszeresek az ilyen és ehhez hasonló esetek. Az ilyen cselekményt elkövető személy természet- és állatvédelmi törvényt sért, orvadászatnak minősül, tehát több éves börtönbüntetést és több millió forintos büntetési tételt von maga után. A szakemberek bíznak abban, hogy mielőbb megtalálják az elkövetőt.